Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban a következő témákkal készültünk. Tartsanak velünk! Földügyi változások a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. Elismerésben részesült az első István szakképzőiskola. 40 milliós fejlesztések szakályban a Magyar Falu programból. A következő percekben Györfi József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának földügyi referense számol be a szektort érintő jogszabályi változásokról. 2022. január 1-től fontos változások történnek a földforgalmi törvényt illetően, mondta Györfi József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának földügyi referense. Ilyen például az okiratcsatolási kötelezettség. Itt a jogszabály rugalmas lett, és innentől kezdve csak azokat a változásokat kell igazolni, vagy csak azokat a jogcímeket kell igazolni okirattal, ami a közhiteles nyilvántartás a földhivatalnak, a MISZ-nek, mezőgazdasági igazgatási szervnek a nyilvántartásában nem felelhető. Tehát akkor még egyszer a helyben lakó szomszédságot túllappal, térképpel nem kell igazolni, de az állattartó telepet továbbra is igazolni kell, okirattal kell igazolni, takarmányvállalkozást igazolni kell, és a teljesség igénye nélkül azért még vannak még olyan jogcímek, erdőbirtokossági társulat például, amit igazolni kell, de azok a nyilvántartások, amik felelhetőek a földhivatal számára, azokat a jövőben nem kell igazolni, ez plusz terhet vesz le a gazdák válláról. A következő változás az úgynevezett földhasznosítási kötelezettségekre vonatkozik. Ha valaki termőföldet vásárol, azoknak kötelező megtenni a kötelező földhasználati nyilatkozatot, az azt jelenti, hogy a megvásárolt ingatlan saját magának kell használni, művelni, vagy pedig kivételként említi a törvény, hogy közeli hozzátartozónak, illetve a saját tulajdonában álló cégnek, ha legalább 25%-ban tulajdonában áll, akkor annak átadhatja. Ez alól volt egy kivétel, például az ajándékozás esete, ahol nem kellett megtenni ezt a nyilatkozatot. Ezt a kiskaput úgymond bezárja a módosítás, innentől kezdve ajándékozás esetén is szükséges megtenni ezt a nyilatkozatot. Aki eddig befektetői céllal vásárolt földet, innentől kezdve saját magának kell művelni a földet. Egy új intézmény kerül bevezetésre a földforgalmi törvény kapcsán, ez a közzétételre való alkalmasság vizsgálata. A közzétételre való alkalmasság mind haszonbérleti szerződések esetén, mind tulajdonjog esetén, tulajdonjog változás esetén egy új intézmény. Ez azt jelenti, hogy a megkötött adásvételi szerződést, a megkötött haszonbérleti szerződést innentől kezdve az adásvétel esetében az eljáró ügyvéd, haszonbérlet esetén a felek nem a helyileg illetékes jegyző számára viszik tovább ügyintézés céljára, hanem a MISZ számára fogják postai vagy személyes úton eljuttatni, és ő közzétételre való alkalmasság vizsgálatot fog lefolytatni, alaki tartalmi, formai szempontból vizsgálja a megkötött szerződést, plusz érvényesülés és hatályossági szempontból vizsgálja meg, és 15 napon belül végzést hoz, hogy közzétételre alkalmas vagy nem alkalmas a szerződés. Utóbbi annyiban fogja a gazdák érdekeit szolgálni, hogy a hibás szerződéskötéseket ki tudják küszöbölni. A közzétételre való alkalmasság az nem pótolja, nem jelenti egyöntetően azt, hogy hatósági jóvágyásra is alkalmas, hiszen még nagyon sok vizsgálaton keresztül megy egy adásvételi szerződés, vagy pedig egy haszonbérleti szerződés. A következő, azt gondolom, hogy szintén jelentős változás a közös tulajdon megszüntetésének egy speciális esete, ami arra vonatkozik, amikor közös tulajdonban lévő felek kötnek egymással adásvételi szerződést. Nem állt fent elő vásárlási jog, hiszen az adásvételi szerződés közös tulajdon megszűnését eredményezte, így mentes volt a hatósági jóvágyás alól. Itt hozott a jogalkotó egy olyan változást, hogy a tulajdonjogot szerző félnek legalább 3 éve tulajdonostársnak kell lenni. Itt a fiktív, spekulatív célú cseréket, tulajdonszerzéseket próbálja kizárni azzal, hogy 3 éves időtartamot ír elő a szerzőfél számára. Szintén változott az egybefoglalt haszonbér esete. Hogyha kifüggesztés alatt van bérlet esetén egy ingatlan együttes, több ingatlan együtt, és a tulajdonostársra vonatkozó
előhaszonbérleti jogát, a előhaszonbérleti jogával élni kívánó gazdálkodó akkor teheti meg, hogyha a mindegyik ingatlanban társtulajdonos. Ha csak az egyikben, akkor ezt nem teheti meg január 1-től. Eddig ezt megtehette, akkor eddig úgy kellett tekinteni, mint a mindegyikben társtulajdonos lenne. Az egybefoglalt vételár hasonló megfontolásból született, mint az egybefoglalt haszonbérlet. Itt is nagyon fontos volt az a szempont, hogyha értékesíteni kívánja a gazda a területeit, a tulajdonos, akkor együtt tehesse ezt meg, és ne legyen az a számára nem előnyös helyzet, hogy valaki ki tudja csemegézni a számára előnyösebbet, és az előnytelen föld meg ott marad. Így egybefoglalt vételár intézményével tud élni abban az esetben, hogyha ezek a területek egymással szomszédosak, az bérletnél is feltétel volt, vagy pedig akkor, hogyha vevő a föld használója legalább 3 éve, vagy pedig az eladó a föld használója legalább 3 éve. Területi szabály, hogy azonos járásban vagy szomszédos járásban kell az ingatlanoknak elhelyezkednie. A tulajdonostársra vonatkozóan itt is változik a tulajdonostárs megítélése. Ha a tulajdonostársként élni kíván az elővásárlási jogával, az egybefoglalt vételárral meghirdetett területeknek, akkor ezt akkor teheti meg, hogy az összes ingatlan esetében tulajdonostárs. Ez szűkíti, de azt gondolom, hogy ez is inkább egy jövőbe mutat. A spekulatív szándékot tudja csökkenteni. A földforgalmi törvényben lényeges módosítása a haszonbérleti szerződések elutasítási okainak bővítése. Ez pedig nem más, mint az aránytalanság intézménye. A jogalkotó próbálja elejét venni a látszólag indokolatlan magas bérleti díjaknak, hogy azok továbbra is reális, helyileg piaci alapú haszonbérleti díjak intervallumába tudjon maradni, és előírja a bérbeadó számára, hogyha az a helyileg megszokott piaci haszonbérleti díjtól jelentősen eltér, akkor egy indoklási kötelezettség van a bérbeadó felé, vagy a bérbeadó számára, és ezt már meg kell tennie a haszonbérleti szerződésben. Mik lehetnek ezek az előnyös tulajdonságok egy ingatlan esetében? Felsorolja a jogszabály, tehát az öntözhetőség, a megközelíthetőség, művelhetőség, közúttól való távolság. Jövőbeni kockázati tényezők nem beszámíthatóak. Hogyha a mezőgazdasági igazgatási szerv úgy ítéli meg, hogy ez indokolatlanul magas, akkor nyilatkozattételre szólítja föl a bérbeadót. A bérbeadónak nyilatkoznia kell az előnyös tulajdonságokról. Itt a jogalkotó 2022. július 1-től a nyilatkozattételi eljárásban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának ügyféljogállást biztosít. A hatóság jóvágyás megtagadó vagy jóváhagyó határozatok esetében pedig keresetindítási joga lesz, amit gondolom későbbiekben még végrehajtási rendelet fog szabályozni. A szakember elmondása szerint 2 elővásárlási jogcímet is pontosítottak. Az ökológiai gazdálkodásnak a leglényegesebb változások, hogy az átállási időszak ökológiai gazdálkodásra történő átállást a birtokba lépés követően 30 napon belül be kell jelenteni mi számára, az átállási időszak végét pedig a hatósági igazolással, mondjuk ökogarancia vagy a biokontroll, a 2 jelentősebb ökológiai tanúsítószervezet igazolásával a MISZ felé igazolni kell az átállási időszak végét. Ez azt gondolom, hogy a sokat bírált ökológiai gazdálkodásnak a nyomon követhetőségét fogja biztosítani. A másik elővásárlási jogcím, ami pontosításra került, az a földrajzi árujelzéssel ellátott termék előállítása és feldolgozása. Ez a jogcím esetében pedig a módosítása következő. 7 éven belül kell megkezdeni az olyan földrajzi árujelzéssel ellátott termék előállítását, mint például a makói hagyma, vagy a kalocsai fűszerpaprika, vagy például nem tudom, talán a szekszári bor, ami jelentősebb, a teljesség igénye nélkül. 7 éven belül kell megkezdeni, gyümölcsös esetében pedig a termőre fordulástól.
kell megkezdeni. Ezt az időszakot 10 évig kell fönntartani. Ha a 10 éves időszakon belül tulajdonosváltás történne, akkor a tulajdonjogot szerző félnek kell a tulajdonjogot szerző félnek kell vállalni a fennmaradó időszakra a kötelezettség teljesítését. A földügyi referens legvégül pedig a haszonbérleti díj megfizetésének módját emelte ki. A jogszabály módosítás során termőföld haszonbérlet esetén a bérleti díj innentől kezdve csak átutalással vagy postai utalvánnyal tehető meg. A készpénzfizetést innentől kezdve nem megengedett, az ettől való megállapodás pedig semmis. A jogszabály kivételt tesz három esetben, hogyha hozzátartozók között történt az adás a haszonbérleti szerződés. Vagy hogyha a haszonbérleti szerződéssel érintett ingatlan nem érje el az 1 hektárt, vagy tanya esetében. Ellenkező esetben pedig átutalással vagy postai úton lehet megtenni haszonbérleti díj fizetését. Ezek voltak azok a főbb változások, amit szerettem volna elmondani. Ha kérdésük van, akkor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai állnak szívesen a rendelkezésükre. A mindennapi tudatos fogyasztási szokásokra nevelik az első István szakképzőiskola tanulóit a pedagógusok az előírt tanrenden kívül. A gyerekek elsajátíthatják a reklámokkal szembeni tudatos fogyasztói szemléletet, pénzügyi ismereteket szerezhetnek, buzdítják őket a szüleik, nagyszüleik által készített ételek elkészítésére, a helyi termelők által készített áruk vásárlására. Ennek a szemléletnek köszönhetően nyerte el az iskola a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. A Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképzőiskolájában tanuló diákokat a pedagógusok nem csak a szakmák elsajátítására oktatják, hanem igyekeznek az életre is nevelni őket. Kompenzálni a családi háttérből származó esetleges hátrányokat. Ezért évek óta foglalkoznak a tudatos vásárlás, családi gazdálkodás, fogyasztóvédelem és környezetvédelem témakörökkel is, gazdagítva ezzel a gyerekek tudástárát. Azok az oktatási intézmények, akik napi szinten nevelik fogyasztói tudatosságra tanulóikat, gyakorlati, a mindennapi életben használt tudást adnak át nekik, részt vehetnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázaton. A fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat már évek óta létezik. Tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy a mi iskolánk most érett meg arra, hogy számba vegyük, hogy mit teszünk ennek érdekében, hogy a gyerekeink tudatos fogyasztókká váljanak, és így most végigvettük a 10 szempontot, és azt állapítottuk meg, hogy igen, mi ezt így csináljuk, tehát vehetjük a bátorságot arra, hogy mi ezt megpályázzuk. A 10 szempontból egyre nem tudtunk igazából válaszolni, hát ezt úgy fogtuk föl, hogy ez a mi hiányosságunk, ezt pótolnunk kell, és hát mint feladat az lesz a jövőben, hogy föl kell vennünk olyan állami vagy civil szervezetekkel a kapcsolatot, akik fogyasztóvédelemmel foglalkoznak. Az iskola pedagógusai a pályázat által előírt szempontok alapján oktatják a diákokat a tudatos szemlélet kialakítására. Ilyen szempontok például a tudatos vásárlásra való nevelés, ami megvalósul iskolánkban, nagyon sokat foglalkozunk vele, ezt osztályfőnöki óráknak is témája, de életvitel technika órán is foglalkoztunk vele. A tudatos pénzkezelés szintén a téma iskolánkban. Mi már a kezdetek óta 2015-től részt veszünk a pénzhét akción, tulajdonképpen ezen a témahéten, és a családi gazdálkodás szintén téma nálunk a gyerekekkel, úgyhogy ez a téma is sokszor előkerül. A reklámoknak a szerepe és azoknak a hatása szintén, és ez még magyar órán is téma, tehát a kommunikációnak ugye része a média és ezek a való figyelés, tudatosság, úgyhogy ezzel is nagyon sokat foglalkozunk a gyerekekkel. De nem csak a tanórai keretek között tanítják ezeket, hanem vetélkedők formájában is próbára tehetik a diákok a tudásukat. Az utóbbi időben nagyon sok vetélkedőt írnak ki, és mi erre igyekszünk a gyerekeket jelentkeztetni, ami nagyon jó, mert ezek a vetélkedők nagyon sok kompetenciát fejlesztenek a gyerekekben, kommunikációs kompetenciájuk fejlődik, a digitális kompetenciájuk fejlődik, hiszen erre föl kell készülni,
és ott elő kell adni a regionális vetélkedőig is eljutottak már a tanulóink, és szép eredményeket hoztak el. 2 évben is jelentkeztettük őket, tudatos vásárló volt a téma. De jelentkeztünk már online vetélkedőre pénzügyekkel kapcsolatosan is. Ebben a korban elég nehéz meggyőzni a gyerekeket bármiről is, így nincs könnyű dolguk a pedagógusoknak, mondta Fejilné Balogh Klára. Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekeket nagyon nehéz rávenni tulajdonképpen bármire, ami a tanórán kívüli elfoglaltságot jelenti. Sokszor érezzük az ellenállást, de tulajdonképpen azt látom, hogyha a pedagógus lelkes, már pedig mi azok vagyunk, akkor a gyerekeket is nagyon sok mindenre rá tudjuk venni, és aztán amikor azt látják, hogy igen, és elhiszik magukról, hogy képesek megcsinálni, itt ez a lényeg, hogy ezt higgyék el, akkor megcsináljuk, és akkor még azt látják, hogy még ennek eredménye is van, tehát gyakorlatilag itt vetélkedők első és második helyezetseket is hoztunk már el, akkor nagyon örülnek, és innentől kezdve már szívesebben vesznek részt, de először nehéz. Tehát minden ilyen dologra nehéz rávenni a gyerekeket. A gyerekektől visszajelzés is érkezik az iskolában elsajátított tudás gyakorlati tapasztalatairól. Mivel én eladókat tanítok, tehát ezen a vonalon nagyon sok ilyen szituációt beszélünk meg a gyerekekkel, sőt eljátszunk, és a saját élményeiket, vásárlási élményeiket szokták nekem elmesélni, illetve azt, hogy hogyan viselkedtek esetleg, főleg ugye a negatívat tudjuk megjegyezni, de azért szoktak mondani jókat is, és ebből a szempontból igen, vannak visszajelzések, szoktak mesélni eseteket, szituációkat, amik boltban történtek velük. Ez jellemzően inkább azokra az osztályokra vonatkozik, akik a kereskedelemmel kapcsolatos szakmát tanulnak. A pályázat által előírt 10 szempontban még szerepel a helyi termelőkkel való kapcsolattartás is. Meg szoktunk hívni ide az iskolába termelőket. Például hívtunk már meg méhészt, tehát helyi méhészt, akinek végigkóstoltattuk a gyerekekkel a választékát a mézekből, hogy ismerjék meg, milyen a méz. Ugye, mint tudjuk, a boltban sokszor nem is tudjuk, hogy milyen minőségű mézeket árulnak. Ugye mostanában téma ez, hogy az európai vagy a magyar méznek milyen a minősége, és milyen egy keletről ide került, vagy nem is teljesen tiszta méz, úgyhogy érezzék, tudják, hogy milyen íze van egy ilyennek, vagy például, és válasszák természetesen a helyi termelőnek az áruját, de hívtunk már ide őstermelőt, aki gyümölcsöt termel, gyümölcsleveket készít, hozott a gyerekeknek kóstolót, de ezeket a gyerekek szeretik, és ilyenkor el szoktuk mondani nekik, hogy miért csináljuk. Azért csináljuk, hogy ismernek, tudjad, azt válaszd, aki a közeledben van. Tehát ezekkel, mindezekkel az apró kis részletekkel azt gondolom, hogy a végére, vagy legalábbis szeretnénk, hogyha a végére a gyerekek fejében összeállna az a kép, hogy egyben lássák ennek az egésznek a lényegét. Az első István szakképzőiskola az országban 95. intézményként elnyerte a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. Ezt mi azért tudtuk elnyerni, mert iskolánk a mindennapokban jól használható tudást ad át a tanulóknak a fogyasztói tudatosság témakörben, ami egy nagyon tág témakör, hiszen itt a tudatos vásárlástól kezdve a pénztudatosságig, a környezetvédelem és az egészségvédelem témákon keresztül valóban nagyon sok szegmenset érintünk, és tulajdonképpen a tanulóink a mindennapi gyakorlati tudást úgy szerzik meg, hogy a családjukban is tudják ezt kamatoztatni, és a későbbi életükben. Nagyon fontos, hogy iskolánk kiemelt célja, hogy a tanulónk tudását úgy gyarapítsuk, hogy az ökológiai lábnyomunkat tulajdonképpen csökkentsük. Mindez óriási kihívást, de számtalan lehetőséget is jelent és rejt. Ezt maximálisan igyekszünk kihasználni, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a gyerekeink kompetenciáit fejlesszük, és
és őket olyan kihívások elé állítsuk, amiben sokszor maguk sem hisznek, ám a feladat látván és megtapasztalván a feladatokat óriási eredményeket érnek el, amit regionálisan és országosan is elismernek. A Magyar Falu Program nyújtotta lehetőségeket használják ki a települések a fejlesztések megvalósítására. Szakályban az elmúlt időszak beruházásainak ünnepélyes átadására került sor. Elkészülhetett az orvosi szolgálati lakás felújítása, egy új járdaszakasz kialakítása és az óvodai kerítés építése. Az említett fejlesztések 40 millió forintból valósultak meg a településen. A fejlesztéseket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője adta át. Épp a szalagot vágja át Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a Szakályban megújult járdaszakasz fölött. A Magyar Falu programnak köszönhetően az orvosi szolgálati lakást is fel tudták újítani, és az óvoda köré is új, biztonságos kerítés került. Szakályban ez a három fejlesztés most 40 millió forint fejlesztési forrás jelentett a településnek, de más egyéb pályázatok során 110 millió forintos fejlesztési forráshoz jutott hozzá a település, úgyhogy gratulálok nekik, és hát remélem, hogy az idei pályázati felhívásokat is olvassák, és minél több pályázatot nyújtanak be ők is. Potápi elmondta, ennek a pályázatnak köszönhetően az elmúlt három évben számos olyan település is rohamosan tudott fejlődni, akiknek enélkül nem lett volna erre lehetősége. Hozzátette, hogy már a 2022-es évre szóló pályázatok is megjelentek. A Magyar Falu programot a kormány 2019-ben indította el. 2022-es pályázati felhívások is már megjelentek, mégpedig számszerűen 14. január 3-án. Ez újabb 70 milliárd forintos fejlesztési forrást jelenthet a kis településeknek. Az én választókerületemben 58 település van, ebből 56 érintett ebben a pályázati rendszerben is. Az elmúlt években nagyon szépen szerepeltek a különböző pályázatokon az önkormányzatok, úgyhogy örülök annak, hogy ilyen sok fejlesztési forrást ide lehetett vonzani. Gyópáros Alpár, a Magyar Falu Program kormánybiztosa január elején közzétett videójában az elmúlt években elért eredményekről beszélt. Egy újabb sikeres és látványos eredményekkel teli időszakot a hátunk mögött hagyva léphetünk be a 2022-es esztendőbe. De nézzük meg közelebbről, hogy milyen újdonságokat, mennyi fejlesztést köszönhetnek a hazai kis települések 2021-ben a Magyar Falu Programnak. Tavaly 15 pályázati kiírást és felhívást hirdettünk meg, melyek kedvezményezettjei az önkormányzatok, az egyházközségek és a falusi civil szervezetek voltak. Ők 100 milliárd forint támogatáson osztozhattak, melyből országszerte közel 780 új falvak lakóinak kikapcsolódási lehetőséget biztosító közösségi tér jöhet létre. Több mint 300 faluház felújítását támogattuk, 470-nél is több egészségügyi fejlesztésre irányuló nyertes pályázat született, melyeknek köszönhetően orvosi rendelők szépülhetnek meg, új korszerű orvosi és védőnői eszközpark áll majd rendelkezésre, és orvosi szolgálati lakások újulhatnak meg a falvainkban. Óvodai fejlesztések is százas nagyságrendben valósulhattak meg, közel 160 óvodaépület felújítását és 681 óvodai játszóudvar, valamint köztéri játszótér fejlesztését támogattuk 2021-ben. Több mint 1300 falusi utca, kerékpárút, járda fejlesztése történt meg, 418 új falubusz segíti majd a falugondokok munkáját. Több mint 660 temetői infrastruktúra fejlesztés valósult meg, és kommunális eszközök beszerzését is nagy számban tettük lehetővé. Közel 900 kis település válhat még takarosabbá a megvásárolt új munkaeszközök segítségével. Falvaink fejlődése az elmúlt három évben új lendületet kapott, a települések komfortosabbá, szebbé váltak. Jó hír, hogy 2022-ben is előre megyünk, tovább dolgozunk az élhető falvakért. Hajrá, falvak! Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.